lejöttünk Fehérvár csurgó mellé. Merre fogunk innen tovább menni? Bemegyünk a Gajavölgybe. Ez a Gajapataknak a híresebb szokrotok völgy része. Megnézzünk egy pár szuper jó érdekességet. Például lesz egy nagyon szép kidőlt fa. Szóval azért jöttünk ide a Gajaszurdokba, hogy megmutassuk télen, milyen program lehetőségeink vannak a városon kívül. Viszont ne ugyanott, ahol mindenki más, nem mindig csak a Dobogóké vagy a Kékestető, ahol általában több száz fős tömegek teszik kísérletetlenné a járvány elleni védekezést. Hát akkor itt van a Károlykirától, azt látom, hogy itt a Sobrióska barlang. Aha. És aztán itt akkor a vége előtt visszafordulunk először a Kék túrán, Piros kereszt. Piros? Ott van a forrás? Itt meg a halomsírok. Aha. Körülbelül 8-10 kilométer alatt, tehát ugye a kitérőkkel, látványos sávok megnézegetésével egy ilyen 8-10 kilométert lehet legyalogolni, egy ilyen nagyon kellemes félnapos, 3-4 napos kis túra. Nagyon szeretem a szurdokokat egyébként. Miért? Hogy miért szeretem a szurdokokat? Nem tudom, jó benne lenni igazából a völgy aljában, benne a fák között, a természetben. Jó, nyilván ez az erdőben is megvan, de hogy így mindig van egy ilyen izgalmas, bujkálós része az egésznek. Kicsit olyan felfedezős, mi jön a következő kanyarulat után. Megjöttünk a kidőlt fához. Igen, ez a híres neves kidőlt fa. Két fa volt itt régen. Ádám és Éva fájának hívták őket, az egyik nagyobb volt, a másik kisebb, de mind a kettő jelentős méretű fa volt, és a néphagyomány nevezte így el, nyilván, mert így kettecskén álltak itt. A kisebb fa az korábban megsemmisült, annak már nem láthatók a nyomai. A másik, ugye az Ádám fa, az valamikor a 60-as években dőlt ki, akkor ki is gyulladt, félig le is égett, ki is dőlt, egy részét elhordták, illetve egy darabig itt a patakon keresztül ezen lehetett átkelni. Egyfajta kis hídként is működött. Most ennyi maradt belőle. Vakonyban is, meg talán még máshol is, többfelé is van olyan, hogy Sobrióska barlangja. Mint hogyha Sobrióska legalább 4, 5, 6 barlangot használt volna. Akkor nem itt lakik a Sobrióska? Valójában Pap József. Ejnye, ejnye, Sobri pajtás, hogyan tetszik a vándorlás? Nekem aztán nem jól tetszik, kis angyalom halva fekszik. Hogyha ez tényleg Sobri Jóska barlangja, akkor én megértem, hogy miért ezt választotta. Egyrészt baromi nehéz volt megtalálni, illetve nem is értem pontosan miért, de egy csomó ösvény elindul felfele az útról, és ezek nagy része ilyen sziklamászós jellegű falakba ütközik. Úgyhogy mire megtaláltuk a feljövési lehetőséget addigra, hát olyan állapotban vagyunk, amilyenben. Úgyhogy nem volt könnyű itt megtalálni Sobrióskát, hogyha tényleg itt bújkált. Egyébként nyilván ezért is nevezték el Sobrióska barlangnak, mert egyrészt kicsit el is van dugva, másrészt nehéz megközelíteni, tehát ideális betyárbuvóhely. Az, hogy valaha itt járt volna el Sobrióska, semmi sem bizonyítja. Viszont állítólag a barlang belsején, a fent a tetején lehet látni koromfoltokat, amik arra utalnak, hogy ezt a helyet nagyon régóta ismerik az emberek. A fiatalok itt buliznak már a 16. század óta, péntekenként. Nem biztos, hogy a legfelelősségteljesebb magatartás volt ide most feljönnünk, illetve feljönni még az egy dolog, de majd le is kell menni. Kicsit vizes, kicsit csúszik, kicsit meredek. Megértjük azt a férfit, aki pár nappal ezelőtt a tűzoltókat hívta ki magához. Nem biztos, hogy pont ezen a helyen, de valahol itt a környéken. Feljött egy sziklára, és nem tudott lemenni. Úgyhogy jobb, hogyha az ember lemaradott szépen a kedves aranyos sodrású kis patak mellett, nézi a fákat, madarakat, hallgat. Ezt javasoljuk mindenkinek. Nyáron meg vissza lehet jönni és kipróbálni. Igen. Károlyi kilátó. Így nagyon-nagyon szép kilátás van végig a völgyre. Látszik a Fehérvár csurgói víztározó is.
A kilátót Károlyi Grófról nevezték el. Károlyi Gyula alapította ugyanis azt a vadaskertet, ami ezen a területen található. Igazából ez a túra, ez sokkal inkább mondanám, hogy egy szép gyaloglás az erdőben, amennyiben az ember nem akar felmászni a Sobri barlangba. Az ott az egyetlen kimerítő része, tulajdonképpen tényleg majdnem szintkülönbség nélkül gyalogoltunk. Szerintem ezt akár még gyerekkel is meg lehet tenni, vagy a nagymamával.